Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy heti jóslás december 31-éig. Amit szeretnék megemlíteni, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül megrendelheted, és akkor havonta úgy magától jön. Minden hónapban van egy bizonyos téma, amiről beszámolok, van egy asztrológiai előrejelzés, azon kívül leírom azt, hogy mikor vannak szertartások, milyen témák vannak, és akik megrendelik a hírlapot, mindig van kedvezmény, egy jóslás asztrológiával együtt. És most megnézzük, hogy mi várható a jövő héten, tehát december 31-ig. A hétfői napon a hold uralkodik. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi az energia, mi történik hétfőn. Itt a hold látható, passzol hétfőre, hiszen hétfőn a hold uralkodik. Ez jelentheti az anyukádat, jelentheti az anyai érzelmeket. Amit a hold még jelent, az intuíció, az álmok, a vágyak, a remények, az elképzelések. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Megnézzük, hogy mi történik kedden. Itt a gyermekekről van szó, és a hold és a gyermek együtt jelenthet egy kisbabának a születését is. Amit a gyermek itt még jelenthet, a fiatalos kisugárzás, az ártatlanság, néha jelentheti a naív dolgokat, de amit még ez a kártya szimbolizál, az újdonságok, vagy egy új kezdet. Szertán Merkur bolygó uralkodik. Szertán teli hold van. Teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, tehát lehet bizonyos dolgokat tisztázni, vagy vannak döntések, amikor úgy láthatóvá lesz, hogy hogyan tovább. A gyűrű jelentheti a házasságot, de jelent kapcsolatokat is. Vagy azt, hogy valaki látni akar téged, és visszatér hozzád a múltból. Amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos kapcsolatok, vagy bizonyos szerződések. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Ezen a napon Merkur bolygó és Mars bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a férfiakat, cselekedni fognak, vagy keresik a kapcsolatot, mert beszélni akarnak veled. Mars bolygó jelenteti az életerőt, vagy egy impulzust is, és ez kihathat ránk, hölgyekre is. Amikor jön ez az impulzus, és kimondunk valamit, olyan gyorsan, meggondolatlanul, amit esetleg később megbánunk. Mi történik? Csütörtökön. Itt a horgony jelenthet egy biztos helyet. Ez lehet a lakhely, lehet a munkahely, lehet a párkapcsolat. Amikor úgy érezzük, itt le tudunk horgonyozni. Megtaláltuk a helyünket az életben. Amit a horgony még szimbolizál, ez a munka, a hivatás. Tehát lehetnek így munkahelyi dolgok is, és ügyelj a szavaidra, nehogy a munkahelyen elmondj valamit, amit később megbánsz. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik,
Itt a hajó jelenti a reményt, Vénusz bolygó pedig a szerelmet. Itt megvan a remény, hogy javul a helyzet. A hajó jelentett külföldi kapcsolatokat vagy utazásokat is. Ez az út lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. Vagy vannak külföldi kapcsolatok, valaki meglátogat téged, vagy lesz egy meghívás, és te látogatsz meg valakit. Itt gyakran utazásokról van szó. Szombat felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt lesz mozgás, előre mennek az események. Az is lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád. Amint ez a kártya még jelenthet mindazt, ami mozog. Sport, autó, utazások, változások, költözködés. Lényeg az, hogy itt lesz ezen a napon mozgás. Pörögnek az események. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon Jupiter bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad. Jupiter bolygó szerencsét hoz. Most megvan arra a lehetőség, hogy meglegyenek az álmok, egy új kezdet. Itt van hozzá a remény, a kapcsolatok, a mozgás, és Jupiter bolygó segít, előre megy, előre halad, itt lesznek változások, megváltozik az irány, és Jupiter bolygó az a szerencse bolygója, itt nagy szerencséről lehet szó. És tényleg itt van a 4 levelű lóhere, ami szintén a szerencsére utal. És ez volt a heti jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!